Késő délutáni és éjszakai repülésekre kell számítani május 11-én és 12-én. A Magyar Honvédség most végzi el ugyanis az éves kiképzési tervnek megfelelő repüléseket a Gripenekkel. Az MH59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis tájékoztatása szerint a repülés során Kecskemét, Eger, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros és Nagyatád, továbbá Kaposvár, Szigetvár, valamint Szolnok, Veszprém, Várpalota, Hajmáskér térségében várható 15 és 23 óra között a megszokottal eltérő, nagyobb zaj és hanghatás. A közleményben hangsúlyozták, a Magyar Honvédség törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a lakosságot.